A feleség alárendeltsége a férj iránt a mi engedelmességünk Isten iránt. Így engedelmeskedünk Isten rendjének. Egy keresztény otthon alapja a szeretet, a bizalom és az engedelmesség. A szüleim szerették Istent, bíztak benne és engedelmeskedtek neki. Természetesen voltak hibák, apám többször bocsánatot kért tőlünk azért, mert túl szigorúan büntetett meg minket. Volt, hogy apám dübegurult valamiért, de amikor néhány évvel ezelőtt összejött a család, beszélgettünk erről, és ráébredtem, hogy a hatból a három legfiatalabb gyerek, én a második legidősebb voltam, nem emlékezett arra, hogy apámat valaha is igazán dühösnek látta volna. Tehát Isten kegyelme munkálkodott benne. Egy kisgyermek számára az apa és az anya bizonyos értelemben olyan, mint Isten. Ez talán riasztónak hat, de szerintem igaz. Az a mód, ahogy az apa és az anya bánik vele, a szeretet, a bizalom, az engedelmesség elvárása, az első benyomások arról, hogy mit jelent szeretni Istent, bízni benne és engedelmeskedni neki. Én hálás vagyok a szülőkért, akik így tanítottak minket. Az Úr Jézus azt mondta, ha szerettek engem, tegyétek, amit mondok. A szeretet igazi próbája az engedelmesség. Szerintem ez az egyetlen. Egy dolog énekelni arról, mennyire szeretjük Jézust, és beszélni, meg verset írni róla. Egy másik pedig naponta bebizonyítani az engedelmességünkkel. Azt hiszem, néha azt mondja nekünk, ne csak mondd, mutasd meg. A szeretet önfegyelmet kíván. A szüleim nem tudtak volna fegyelmezni minket, ha ők maguk nem lettek volna fegyelmezettek. És mi láttuk ezt bennük. Megbízhattunk a szavaikban, mert nem ígérgettek a levegőbe, és nem fenyegetőztek. Ha rosszak voltunk, tudtuk, hogy elfenekelnek minket. Elmulasztani egy megérdemelt büntetést annyi, mint megfosztani a gyereket a személyiségétől, mert egy gyereknek nagyon korán meg kell tanulnia, hogy a cselekedeteinek következménye van. Mi megbíztunk a szüleink szavában. Tudtuk, hogy komolyan gondolják, amit mondanak, és ezért sokkal könnyebb volt elhinnünk azt is, hogy Isten pontosan azt gondolja, amit mond. Sok embernek nem adatott olyan otthon, mint nekem. Talán a legtöbb ember így van ezzel. Kitüntetésnek és áldásnak tartom, és kijózanít a gondolat. Akire sokat bíztak, attól sokat fognak számon kérni. Ha nem volt édesapád, vagy egy olyan apád, aki Isten szavát szemléltette volna, ne feledd, hogy a mennyei atyád mindaz, ami a földi nem volt. A szüleinknek szigorú elve volt a hazugságról. Arra tanítottak minket, hogy tiszteljük az igazságot, ragaszkodjunk ahhoz. Nem tűrték a hazugságot. Ők nem hazudtak nekünk, és elvárták, hogy mi sem hazudjunk nekik. Egyetlen esetre emlékszem, amikor arcátlanul hazudtam anyámnak. Tudjátok, mit tett velem? Hátra vitt a pajtába, mely a konyha mögött állt, ahol a mosóedényeket tartottuk. Megfogott egy sárga mosószappant, aminek szörnyű íze volt, és egy durva mosóruha segítségével kimosta a számat. Ha emlékezetem nem csal, ez volt az utolsó eset, hogy hazudni mertem anyámnak. Hálás vagyok Istennek ezért az otthonért. Te ilyen otthon szeretnél teremteni? Egy fiatalasszony keresett meg egy napon azzal, hogy reggelenként a házában zűrzavar uralkodik. Azt mondta, nem tudom, mit tegyek, semmi sincs a helyén. A reggeli egy káosz. A gyerekek iskolába mennek, és minden a feje tetején áll.
Nem is tudom, hol kezdjem. Ahogy kérdezősködni kezdtem, kiderült, hogy az a szegény asszony még sosem öltözött fel 11 óra előtt. Nem ágyazott be, nem mosogatott el. Úgyhogy olyasmit ajánlottam neki, ami számomra nagyon egyszerűnek tűnt. Azt mondtam, miért nem kelsz fel egy kicsit korábban a megszokottnál, 6-7 óra felé? Miért nem öltözöl fel, hogy ne úgy néz ki, mint egy őrült boszorkány? Reggeli előtt esetleg még az ágyadat is rendbe tehetnéd. Meg fogsz lepődni a változáson, ami majd bekövetkezik az életedben. Később kaptam tőle egy levelet, amiben ezt írta. Sikerült! El sem tudom mondani, micsoda óriási változásokon mentünk át. Olyan volt, mintha ez az ötlet sosem fordult volna meg a fejében. Azt mondta, hogy én erre sosem gondoltam. Vicces, hogy egyszerű dolgok néha nem jutnak eszünkbe addig, amíg valaki nem mondja ki őket. Otthonunk egyik szabálya a pontosság volt. Apám megszállottan pontos ember volt, mert azt mondta, ha késel, valakitől a legdrágább dolgát rabolod el, az idejét. Pontosnak kellett lennünk, mert apám vonattal járt. Szó sem lehetett rugalmasságról, mert a vonat egy menetrend szerint közlekedett. Időben kellett elkezdenünk a reggelit, hogy időben fejezzük be, hogy időben kezdjük a reggelimát, hogy apám időben el tudjon indulni, hogy időben a pályaudvarra érjen. És ez mindig így volt. Amikor Ecuadorban voltam hittérítő, egy misszionárius családnál laktam. Egy este a feleség azt mondta nekem, a vacsora este 6-kor lesz. Ekkor a férj felvonta a szemöldökét és azt mondta, drágám, miért mondod ezt? Majd rám nézett és így folytatta. Nem tudom, miért mondja ezt. Minden este 6-ra hirdeti meg a vacsorát. Van, hogy 7:30-kor, van, hogy 8:30-kor, van, hogy 9:30-kor eszünk, de soha nem 6-kor. Legyenek valósak az ígéreteink. Természetesen lehetetlen mindig mindannyiunknak tökéletesen pontosnak lennünk. Ha nem megoldható, akkor változtassuk meg az időpontot, hogy a család tudja, mire számíthat. Ez a gyerekeknek stabilitást és biztonságot ad. Úgy gondolom, a rendszeretet egy másik lényeges elem. Törekednünk kell egy rendezett életre, amennyire csak tőlünk telik. Például, ha a ti gyerekeitek abba hagynak egy játékot, úgy kezdenek bele egy új játékba, hogy az előbbit nem teszik el. Mindig hangsúlyozni próbálom az unokáimnak, hogy jó ötlet elpakolni az építőjátékot, vagy a kirakójátékot, vagy a babaruhákat, mielőtt újabbat vesznek elő. Mindig parancsra parancs, szabályra szabály kell, ahogy Ézsaiás próféta mondta. A rendszeretet lényeges dolog. A példabeszédek könyvének 25. fejezetének 24. verse azt mondja, jobb a háztető sarkán lakni, mint lármás asszonnyal együtt a házban. A te otthonod lármás, lehet másmilyen is. Az Úr segíthet neked ebben is. Egyszer meglátogattam egy házat, ahol minden a feje tetején állt. A kanapén és a kisasztalon szennyes, a mosogatóban mosatlan edények. Szegény zaklatott anya kétségbe esetten próbálta etetni a 2 éves kicsit, aki épp almaszhoz kent a hajára. Ugyanakkor a 4 éves az emeletről jött lefelé, maga után húzva egy tekercs WC-papírt végig a lépcsőn be a nappaliba. Eközben néhány másik gyerek kergetőzött a porszívóval. Mi a teendő? A szegény feleség ezt mondta nekem. Nem tudom, mit tegyek ezekkel a gyerekekkel, egyikük sem hallgat rám. Kérd az Urat, hogy segítsen. Együtt érzek a kisgyermekes anyákkal. Nem is készíteném el ezt a videót, ha nem így lenne, ha nem érteném meg őket. Olyan sok otthonban jártam, és tudom, hogy milyen.
De azt is tudom, hogy az Úr segíteni akar. Ha hibáztál, valld meg az Úrnak, és ne félj elmondani a gyerekeidnek, hogy hibát követtél el. Esendő vagy. Nem tudod mindig jól csinálni. És jót fog tenni a gyerekeknek, ha látják, hogy még a mamájuknak és a papájuknak is az Úrhoz kell fordulni bölcsességért. Nincs annyi bölcsességük, mint amennyit szeretnének. Leírtam, hogy milyen egy békés reggeli és egy békés otthon. Az egyike azoknak a dolgoknak, amit a szüleink elvártak tőlünk, az volt, hogy tanuljunk meg nyugodtan ülni. Jó és egészséges dolog egy gyerek számára, ha megtanul nyugodtan ülni. Négy helyzetben kellett nyugodtan ülnünk. Az egyik a templom volt. De nem leszel képes rábírni a gyerekeidet, hogy nyugodtan üljenek a templomban, ha csak ott kell nyugodtan ülniük. Nyugodtan kellett ülnünk az asztalnál. Nem szabadott felkelnünk az asztaltól, ha nem kaptunk rá engedélyt. A családi imádkozásnál is nyugodtan kellett ülnünk, és az autóban is. Abban az időben nem volt biztonsági öv, úgyhogy az életünk függött attól, hogy nyugodtak maradunk-e a helyünkön. A csendesség és a mozdulatlanság nagyon segíteni fog abban, hogy béke és rend uralkodjon az otthonodban. Mindennek megvan a helye? Tudom, milyen nehéz lehet néha, mert sok embernek nincs elég hely az otthonában. Viszont rengeteg holmi van, nem igaz? Nekünk nem volt túl sok mindenünk gyermekkorunkban. Ez valószínűleg az egyik nagy különbség a mi otthonunk és egy mai otthon között. Én a nagy recesszió idején nőttem fel. Nem emlékszem, hogy egyszerre két pár cipőnél több lett volna nekem. Egyszerre csak egy babám volt. Néhány játék és pár plüssállatka volt minden kincsem. Amikor elnézem az unokáim készletét, megértem, hogy milyen nehéz is lehet helyet találni minden játék számára, és a helyükre rakni azokat. Tanulj meg időről időre szortírozni. Ha úgy találod, hogy valamit már évek óta nem használsz, akkor add oda valakinek. Ha nem vagy biztos abban, hogy oda akarod adni, mert lehet még gyerek, aki egy-két év múlva használni akarja azt a játékot, akkor tedd olyan helyre, ahol nincs útban, hogy később majd elővehesd. Ez fegyelmet kíván. Amikor új ruhát veszek, emlékeztetem magamat arra, hogy valamitől meg kell szabadulnom azért, hogy a szekrény ne legyen túl zsúfolt, és a dolgaim hozzáférhetőek legyenek. Egyszer, amikor meglátogattam az unokáimat, Elizabeth kijött elém, és az ajtóból kiabálva a család többi tagjának bejelentette, itt a nagyi, mindenki szedje magát rendbe. Mindenki nevetett, de rájöttem, hogy élvezték, hogy rendbe szedhették magukat. A kis Evangeline még csak 4 éves volt, megkért, hogy segítsek rendbe tenni a fiókját. Nagyon örültem neki. Ez a fiók tele volt pólókkal. Szanaszét hevertek. Kiöntöttük őket a földre, és azt mondtam. Akkor most megtanuljuk, hogyan kell összehajtogatni a pólókat. Lefekteted őket így, az elejével lefelé terítsd az ágyra. Megfogod az egyik ujját, idehajtod, majd a másikat, azt pedig idehajtod, aztán félbehajtod, megint félbe, és felgurítod. No, meg tudod csinálni? És Evangeline rám nézett a nagy kék szemeivel, az angyalarcával, és azt mondta, azt hiszem. Leterítette a pólót az ágyra, de a hátára fektette, és nem az elejére. Azt mondtam neki, nem, nem, ez az eleje, Evangeline. Így tedd az ágyra. Hajtsd be ezt az oldalt, azután pedig ezt, úgy. Aztán hajtsd félbe, így, és most gurítsd.